Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, Bence Péter vagyok. Őszi hadszacári néven 2021. augusztus végétől október végéig tartó országos koncertsorozat indult, aminek fő célja az összetartozás megerősítése olyan zenei élményeken keresztül, amit hosszú elzártság után ismét személyesen együtt tehetünk meg. A kezdeményezés egyik állomása Tolna volt. Tóth Vera volt az egyik sztár fellépője a Tolnán megrendezett őszi Hacacári nevű koncertsorozatnak. Az országos, ingyenes program célja a pandémia utáni közösségi élet újraindítása úgy, hogy lehetőséget biztosítsanak a zenészeknek és a lakosoknak is arra, hogy találkozhassanak. A koncertek mellett gasztronómiai élvezetekben is része lehetett az odalátogatóknak. Délután itt voltunk a Tolnai a Fúvós zenekarral, hát csodálatos volt, igen. Annyira jó, hogy Tolnán ilyen megmozdulások, programok vannak, és ráadásul ingyenesen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és bízunk benne, hogy lesznek még ilyen megmozdulások, mert nagyon szeretünk ezeken részt venni, és itt vagyunk szinte mindegyiken. A Városháza előtti téren felállított színpadon kora délutántól zajlottak az események. Appelszofer Ágnes polgármester elmondta, hogy nagyon örül annak, hogy Tolna városa is részt vehetett ebben a kezdeményezésben. Hát először is nagyon szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani a szervezőknek, mert hogy álmunkba se gondoltuk volna ezt mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy ilyen fantasztikus program lehet itt a Városháza előtti téren, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt együtt lehetünk, és azt gondolom, hogy egy kicsit szerencsénk is van, mert két fantasztikusan jó fellépő érkezett hozzánk. Ezt igazolja azt is, hogy nagyon sokan érkeztek már most a koncert előtt is ide a térre, úgyhogy én nagyon kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, kóstolják meg a finom ételeket, italokat, és élvezzék a Charlie és a Tóth Vera koncertet. Sokszínű programokkal készültek a szervezők. A Hősök terén felállított színpadon már kora délután a helyi fúvós zenekar szórakoztatta az egybegyűlt közönséget. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett, aki elmondta, hogy az elmúlt másfél évben a Covid rányomta a bélyegét mind a hétköznapokra, mind az ünnepnapokra, így most örülni kell, hogy a járványügyi szabályok lehetővé teszik, hogy újra lehessen ilyen volumenű rendezvényeket szervezni, hiszen az elmúlt időszakban nem csak a koncertek maradtak el, hanem a kisközösségek tradicionális élményei, a búcsuk vagy éppen a falunapok is. A Hacacári programsorozatnak az a célja, hogy újraindítsa a közösségi életet, hiszen a magyarországi magas átoltottsági arány, illetve a járványügyi szabályok lehetővé teszik, hogy már ilyen nyílt térben ilyen sokan tudjunk újra összejönni és önfeledten szórakozni és együtt lenni. És bízom benne, hogy a ma este is egy igazi közösségformáló, közösségéletindító program lesz. Nagyszerű előadók, szép a környezet, úgyhogy kívánok mindenkinek ma estére majd jó szórakozást, jó egészséget, vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra. Nem csak a tolnaiak, hanem a környékből is remélhetően minél többen fognak érkezni innen a térségből. Két nagyszerű előadó, Tóth Vera művésznő és Charlie tart utána egy koncertet, tehát két mondhatni azt, hogy sztár jött ide a Tolnai járásnak a központjába, remélhetően több ezer idevalós és itt élő, illetve környékben élő polgárnak szórakoztatására és megrégetésére. Az est végét Charlie koncertje zárta, akinek a zenéjére és különleges rekettes hangjára több százan voltak kíváncsiak. A dalok között elhangzott jó pár sláger is, amit a közönség az előadóval együtt tudott énekelni. Egy
rövid reklám következik, majd a Városi Könyvtárba kalauzoljuk el Önöket, ahol az érdeklődő könyvtári hétesemény sorozaton vehettek részt. Mindjárt jövünk, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra: CNC gépkezelő, szelszámkarbantartó, gyártástechnológus, festő, anyagmozgató, raktáros, illetve betanított munkákra operátor, betanított lakatos. Amit kínálunk: pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74-540-313-20-241-77-17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Folytatjuk a Telena magazint. Tolnán az országos könyvtári hét keretein belül sokszínű programmal várták az érdeklődőket. Az események célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az olvasás fontosságára, kézműves foglalkozásokkal, könyvbemutatókkal és koncertekkel szórakoztatták az érdeklődőket. De valami együttes megzenésített költeményekkel szórakoztatta az egybegyűlt érdeklődőket Tolnán, a Magházban, az országos könyvtári hét keretein belül. Akusztikus felállással a zenekar már a 90-es évek óta működik. Zenei kísérettel verseket adunk elő, főleg Petőfi Sándor és Ady Endre verseit, de lesz még Zell Zoltán, Erdély János, és hát a zenék pedig úgy néznek ki, hogy fele részben a Ferenci Györgyi és a Racka Jam zenekar számait dolgoztuk át, hangszereltük át egy kicsit a mi felállásunkra, és a másik feléhez pedig mi írtunk zenéket. Tehát lesznek olyan versek, amiket mi adunk zenei aláfestést. Mi a Lacival, tehát már többször játszottunk, tehát az elmúlt években jeles napokon, tehát ilyen nemzeti ünnepen is március 15-én, vagy Magyar Kultúra napján játszottunk Szekszárdon, Mikácson, Pécsen, Dunaföldváron, tehát itt a környékben, amikor hívnak, akkor... A koncertre az országos könyvtári napok keretein belül került sor. A hét célja, hogy színes programokkal és eseményekkel felhívják és ráirányítsák a figyelmet az olvasás fontosságára, illetve a könyvtárban lévő lehetőségekre. Többféle programot állítottunk össze több korosztálynak. A teljes heti programunk például egy ásványkiállítás, egy kis mini ásványkiállítás, de nagyon érdekes darabok vannak. Ezt a könyvtárban meg lehet tekinteni könyvtári nyitvatartási idő alatt,
és vannak programjaink. Tegnap volt például egy helytörténeti könyv füzetecske bemutató, a Varga Mihály úrnak a tolnai rév történetét feldolgozó kis írományát mutattuk be, ami a Városvédő Egyesület gondozásában jelent meg. Ma lesz a De Valami Együttesnek a műsora, és szombaton pedig a legkisebbekre is gondoltunk, kézműves foglalkozás lesz, ami nem csak a legkisebbeknek fog szólni, hiszen őszi ajtó, ablakdíszeket felnőttek is tudnak csinálni, és nekik is kínáljuk ezt a programot. 2006 óta minden év októberében az Informatikai és Könyvtári Szövetség kezdeményezésére rendezik meg országszerte a könyvtári napokat. Link Judit azt is elmondta, örülnek annak, hogy lehetőségük nyílik évente változatos eseményekkel készülni. Mindig egy országos pályázat van, mindig a Tolna megyei könyvtár pályáz, és mindig az összvárosi könyvtárak és települési könyvtárak nevében pályáz, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen megyei szintű közös pályázat, és rendezvényekre kapunk is tisztességesen pénzt, úgyhogy tudunk csinálni egy-egy különlegesebb dolgot. Link Judit hozzátette, hogy próbálják a hétköznapokban is vonzóvá tenni a könyvtár adta lehetőségeket, így heti rendszerességgel szerveznek elfoglaltságokat gyerekeknek, és az a tapasztalat, hogy azok, akik ezeken az eseményeken részt vesznek, általában be is iratkoznak a könyvtárba. A dolgozó középkorosztályt nehezebb megszólítani, hisz nekik van a legkevesebb idejük arra, hogy olvassanak. Azt viszont örömmel látja, hogy a nyugdíjaskorú emberek sokkal többen és gyakrabban látogatnak el hozzájuk, és kölcsönzik ki a számukra érdekes olvasmányokat. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően mindig tudnak újdonságokkal szolgálni az olvasás szerelmeseinek. A tolnaiak temploma sok viszontagságot élt meg, leégett a török hódoltság idejében, befejezetlen maradt a felújítás után. Mai formáját az 1700-as években nyerte el. Mára nem csak szakrális hely, számos kulturális és közösségi rendezvény helyszíne is. A tolnaiak középkori temploma teljesen elpusztult a török dúlást követően. Maradványait visszabontották, viszont a betelepülő sváboknak nem volt templomuk. Az 1700-as évek közepén Kapuvári Márton plébános kezdett el építkezni a jelenlegi épület helyén. Ám a plébánost áthelyezték, így az építkezés félbe maradt, majd a félkész építmény leégett. Az 1770-es évek elején Festetics Pál gróf, a város akkori kegyura elhatározta, hogy templomot épített. Viszont erre neki pénze nem volt, így gyakorlatilag az egész tolnai uradalmat bérbe adta Batthyány József kalocsai érseknek, többek között annak fejében, hogy templomot, plébániát épített ezen a helyen. A kalocsai érsek meghívta Denkovics József urat intézőnek, aki nagyon furfangos módon szerzett pénzt ennek a templomnak a felépítésére. Ugyanis a tolnai svábok legnagyobb döbbenetére és felháborodására elsőként megépítette a tolnai sörházat. Ennek bevétele nagy részt fedezte az építkezés költségeit, így 3 év alatt felépülhetett a tolnaiak temploma, melyben a lebontott régi templomok építőanyagait is felhasználták. A templom maga az 53 méter magas toronnyal rendelkezik, tehát szép nagy toronnyal, a belső távolsága az pedig 38 méter. Szép nagy templom, befértek a tolnai svábok. Vannak olyan dolgok, eszközök benne, ami még mindig a mostani, vagy az 1700-as évekbeli első templom felszereléséhez tartozik. Például a keresztelő kút, a keresztelő medence, ez akkor épült, és a prédikálószék, ez is eredeti. Valamint a bejáratnál van két márvány szentelt víztartó, ez is az eredeti tartozik. Az egymást követő plébánosok építgették a templomot. Így kerültek például a padozat oldalára a pécsi püspökségtől a székesegyházból leszerelt darabok. A vörös márvány oltár az Giannone János pécsi kőfaragó munkája, és Rozmájer Ferenc tolnai nagykereskedő finanszírozta ennek
a létrehozását. Ezért ő az akkori pápától megkapta a Szent Szilveszter lovagrend lovagja címet. Itt állunk az egyik mellékoltárnál, ez a Szent József mellékoltár, de mivel szűzanya szobrokkal van tele maga az oltár, ezért szűzanya oltárnak is nevezik. Itt került elhelyezésre 2018-ban Szent II. János Pál pápa haj erekéje, amit Tolna számára Rózsa László diakónus szerzett meg, tolnai származású diakónus szerzett meg, igen kalandos úton. A Lvóvi érseken keresztül szerezte meg ezt az erekjét, és hozta el Tolnára, akkor még nem sok ilyen erekje volt az országban, úgyhogy Tolna városa nagyon-nagyon büszke erre az erekjére. Kaptunk is egy hivatalos vatikáni igazolást erről. Nepomuki Szent János oltáránál állunk. Ő a svábság nagy szentje volt, a svábok hozták be Magyarországra a tiszteletét. Nepomuki Szent János a jónási titkok, a titkok védőszentje, és a hajósok, a vízen járó emberek, és érdekes módon a sóbányászok védőszentje is. Nepomuki Szent János tiszteletét az 1950-es évekig tartották Tolnán, akkor mindenfajta ilyen körmenetet és ünnepséget megtiltottak a hatóságok. 6 vagy 7 éve hoztuk vissza újra a tiszteletét. Városi Könyvtár és a Plébánia Egyházközség közösen újra terveztük, szerveztük ezt az ünnepet. Úgyhogy minden évben Nepomuki Szent János napjának közelében, a pénteki napon megtartjuk ezt az ünnepséget. A templom ma már nem csak szakrális tér, világi programoknak is rendszeresen helyet ad. Előadások, rendezvények, koncertek helye a tolnai templom. Olyanoké természetesen, ami ebbe a környezetbe beleillik. A Tolnai Városvédő Egyesület legutóbb egy füzetet állított össze az épületről Link Judit szerkesztésében, annak érdekében, hogy a látogatók eligazodhassanak a templom képeinek és kegytárgyainak történetében. 2005 tavaszán a Magyar Olvasás Társaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30-a Benedekelek születésnapja legyen a népmese napja. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind a más népek meséi felé. Büszkén tartották a kezükbe az oklevelet azok az óvodások és kisiskolások, akik helyezést értek el a népmese napja alkalmával kiírt rajzpályázaton. A rendezvénynek az első fele korábban már egy vetélkedő formájában lezajlott, amit alsó tagozatos diákoknak szerveztek, és aminek célja az volt, hogy játékos feladatok formájában próbára tegyék a gyerekek tudását és ügyességét. Minden évben, ez most már hagyomány, a Tolnai Kulturális Központ megemlékezik a népmese napjáról, ez idén sincs másképp. Idén egy vetélkedővel készültünk a gyerekeknek a népmese témájában. Ennek keretében a 7 próba mintájára állítottunk össze nekik feladatokat. Különféle állomások vannak, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat kell nekik teljesíteni. A rajzpályázat meghirdetésével viszont a szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek hogyan tudják feldolgozni és rajzformájában megvalósítani a népmesék ihlette világot. Nagyjából a gyerekek próbálták feldolgozni az olvasott, meg a hallott népmeséket, tehát úgy rá is lehet ismerni az egyes mesékre, meg nagyon sok gyerek a címét is ráírta a mesének, amelyik megihlette. Persze vannak olyanok, amik egy kicsit elrugaszkodnak a népmese világától, tehát szerintem a gyermeki világban és a gyermekek gondolkodásában ez belefér. 3 korcsoport mérhette össze tehetségét a rajzversenyen. Józsa Jácint művelődés szervező elmondta, hogy nagy örömükre szolgált, hogy felső tagozatos diákoktól is érkeztek alkotások a pályázatra.
Maul Dorottya Gesztenyekert óvodából érkezett és királylányokat rajzolt. Elmondta, hogy ő legjobban azokat a meséket szereti, amikben királylányok szerepelnek. Rajzoltam 4 királykisasszonyt, és a toronyba is rajzoltam 4 királykisasszonyt, mert az ilyen lányos. Balogh Péter szintén oklevéllel büszkélkedhetett. Ő egy osztálytársának tanácsára választotta ki az alkotásának témáját. A Ludas Matyit rajzoltam. Hát, ahogy ő száll alud, és rajta ül a Ludas Matyi. Többnyire a helyi iskolákból és óvodákból kaptak alkotásokat, de jöttek pályamunkák a környékbeli települések oktatási intézményeiből is. Összesen 144 rajz érkezett, ez szerintem egy igen szép szám, és dicséret illeti a gyerekeket és a helyi pedagógusokat is, hogy felkészültek erre a versenyre, és ilyen sok pályaművet adtak be. Többnyire a helyi iskolákból, óvodákból érkeztek alkotások, de érkeztek a környékbeli oktatási intézményekből, településekből is, például Medináról, ahonnan az egyik első helyzet is kikerült, Páncél Kovács Nóra. A kéttagú zsűrit Bárdos Gutpintér Edit festő és Szabó Bertalan rajzművész alkotta. Számos kép közül kellett kiválasztani a legjobbakat, és az értékelésnél arra figyeltek leginkább, milyen a rajzok formavilága, milyen témát örökítenek meg, és azt milyen eszközökkel, mennyire színesen tudják megjeleníteni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!